Sziasztok! Ez az Access Point Kft. Vlog 14. része. Ebben a részben a Mimosa B5-öt fogjuk letesztelni a Vlog 9-ben ismertetett helyszínen és mérési módszerekkel. Az amerikai gyártású Mimosa új szereplő a wireless piacon. Ez a gerinceszköznek szánt 5 GHz-es berendezés rengeteg előnnyel rendelkezik. Első ránézésre egy alacsony kategóriás műanyag eszköznek tűnik, egyedül a szerelőkészlet van fényből. Az eszköz egy darab gigabites PoE és Ethernet interfésszel rendelkezik, és 48 volt AT-s tápegységgel érkezik. Integrált parabola antennával rendelkezik, ami 40 cm átmérőjű és 25 decibel nyereségű. A két szolos csőre is sikeresen fel tudtuk rögzíteni, mind függőlegesen, mind viszintesen is lehetett állítani a szerelőkészlettel. A szoftveres beállítása még egyszerűbb ennél is. Egyedül ennek a terméknek volt teljesen elérhető a menedzsment felülete mind Etherneten, mind pedig wirelessen a teljes terhelés során. A termék maximum kinőtt teljesítménye 30 decibel 2 stream esetén, 27 decibel 4 stream esetén. A Mimosa B5 három rádióval rendelkezik, ebből az egyik egy 2,4 GHz-es menedzsment interfész, a másik kettő 80-80 MHz csatorna szélességre képes 5 GHz-es rádió. De a tesztünk során csak egyszer 80 MHz-en fogjuk használni a Fairplay érdekében. Akkor lássuk a mérési eredményeket. IPERF segítségével TCP-n 335 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, a beépített bandwidth test segítségével egy irányba 355 és 311 megabit per szekundumot, duplex mérés esetén kimagaslóan jól teljesített, egyszerre 357 per 260 megabit per szekundumot értünk el vele. Az Equicom által biztosított X-Fall műszerrel 68-as csomag mérettel 134 per 134 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 374 per 281-et, míg 1500-es csomag mérettel 355 per 248 megabit per szekundumot értünk el vele. Összefoglalva elmondható, hogy a Mimosa B5 egy teljesen megbízható és gerinc összeköttetésekre ajánlott eszköz. Ez volt tehát a Vlog 14. része. A következő részben bemutatjuk a League of Rapid Fire-t. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!